Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a Tóra. Kedves barátaim, gyertek tanulni. Most már helyreállt a világbéke, itthon vagyok, otthonom nyugalmában, szokásos kis Facebook Live sarkomban. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik. Itt van Szilágyi Tamás, Máté Lala és Gulden Csilla. Egyszerre jött a kemény mag. Sziasztok, itt van Négyes és Zsolt is, most már több mint tizen vagyunk. Itt van Erika, Józsi, Gábor. Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Otthonom biztonságos nyugalmából, amit esetenként megzavarat, mármint a biztonságos nyugalmat, megzavaratja másfél éves ordító kisfiam, akit az anyja éppen gárdíroz, és készül lefektetni. Jó estét kívánok mindenkinek, Évának, Dávidnak, Zsülinek, Ödönnek, természetesen Annának. Jó estét kívánok, akkor most már több mint 30-a vagyunk ideig elkezdeni. Itt van Györfi Laci barátom is, szeretettel üdvözlöm őt is. Ma este remélem, hogy tudunk egy kicsit haladni a tanulásban is, nem zavar meg minket sem esküvő, sem sevabrachot, sem semmi ehhez hasonló. Okay. Na majd kitalálom, csak nem tudtam este, nem tudom, hogy jobb-e, hogyha felkapcsolom a nagy villanyt, lehet, hogy ez így egy kicsit romantikusabb és bensőségesebb. Okay. Azt kérdezte valaki, a férj elcsábítás, ugye írtam egy írást, ami az Indexen is megjelent, arról, hogy mik a tabuk, vagy mik nem tabuk a zsidóságban, ami a szexet illeti. Ugye ott beszéltem, vagy írtam az orális, illetve az anális szexről, csak hogy ilyen konkrétan sikamlós témát említsek, elnézést a képzavarért. Igen, Györfi Laci, ez Simon Eliezer fiam, aki az üvöltés produkálja a háttérben. Szóval írtam a blogon, a Lekváris Jam blogon írtam ezekről a dolgokról, hogy mit szabad csinálni, például anális vagy orális szexet a zsidó vallás jog szerint, önkielégítési tilalomról, és így tovább, és így tovább. Jaj, de kedves vagy, Timi, úgy tetszett a tegnap este. Beközvetítettem volna az egészet, csak nem akartalak titeket fárasztani vele. Egy picit a másnaposság az egy picit ma reggel kiütött nálam is, de most már teljesen elmúlt, úgyhogy tiszta levegő. Szóval azt kérdezte valaki, a férj elcsábítása engedélyezett-e, csábító fehér nemű hálóru a viselése, vagy ez már szemérmetlenség kategóriába tartozik? Röviden azt kell tudni, amikor judaizmus, tehát a zsidóság, zsidó vallásjog és intimitás, szexuális együttlétről van szó, hogy a feleséggel, az embernek a feleségével vagy férjével, szóval egy házastársi viszonyban minden megengedett. Szinte minden megengedett. Most emellett persze a Shulchan Aruch és az egyébként különböző kommentárok, mértékadó vallásjogi könyvek azért felhívják a figyelmet, hogy az ember az intim együttlétet ne állatias módon csinálja, ne úgy, mint az állatok. Ezért ajánlott inkább talán sötétben csinálni, vagy csak nagyon kicsi fény mellett. Nem illdomos nappal együtt lenni intim módon az embernek a feleségével vagy férjével, hanem ezeket este kéne tartogatni. De ezek mind inkább ajánlás kategóriák. Ezek mind inkább ajánlások, és nem szigorúan vett tilalmak, vagy valami hasonló. És mindjárt elmondom, hogy mi az ajánlásnak mi a lényege, közben elmondom Toldi Évának, hogy az új zsinagóga avatása Szukot után lesz, ugye most a Covid-járvány miatt is ez egy picit húzódik, és a sátoros ünnep után lesz, ha minden igaz, október közepén. Tehát most már egy hónap múlva gyakorlatilag, hogy túl leszünk az őszi ünnepeken. Jó estét kívánok Eszternek, Kárpátaljáról. Szóval tehát a férj és a feleség között nemi úton, vagy intim módon mindent lehet csinálni. Szinte mindent lehet csinálni. Most mégis, tehát a Shulchan Aruch és egyébként azt írja, Ács Laci, tegnap jól bekávéztatok, de ilyenkor ez nem baj. Ez így van. Ez a kávé az esetben Grey Goose vodka volt, úgyhogy hát ez most így alakult. Okay, szóval... Szóval minden megengedett, köszönöm szépen a kedves szavakat mindenkinek. Tehát minden megengedett, mégis ugye a Shulchan Aruch tesz bizonyos ajánlásokat. Az ember például ne szexeljen, vagy ne legyen együtt a házastársával világosban, napközben, még arra vonatkozólag is, hogy milyen pozitúrában legyenek együtt a házastársak, erre vonatkozólag is van a Shulchan Aruchban ajánlás, és ez a pozitúra ez úgy legyen, hogy a nő van alul, és a férfi van fölül, és nem pedig fordítva. Ezek, mert hogy
Mert hogy az egésznek a lényege a következő, és itt nagyon sokan, akik ezeket a törvényeket, ha valaki ezeket a törvényeket elolvassa, akkor úgy tűnik, mintha a judaizmus valami középkori, szexuális módszereket javasol, vagy ilyesmi. Egyébként nem lenne meglepő, mert a Sulchanaruch egy középkori mű, tehát nem, még az se volna tőle meglepő. De nem erről van szó alapvetően, hanem arról van szó, alapvetően arról van szó, hogy a zsidóságban igyekezzük megőrizni a szexualitás bensőségét. Ez alatt a következőt értem, a szexualitás bensőség alatt a következőt értem. Ugye korábban beszéltünk férfi és nő közötti kapcsolatról, amikor arról volt szó, hogy nem valamiért szeretjük a másikat, hanem azért szeretjük a másikat, mert valaki. Nem azért, mert szép, vagy okos, vagy gazdag, vagy vicces, vagy ilyesmi, hanem sokkal inkább azért, mert ami. És ahhoz, hogy úgy legyünk együtt a párunkkal a hálószobában, hogy nem zavar meg minket semmi külső körülmény, és csak és kizárólag a másikra tudjunk koncentrálni, ehhez szükséges például az, hogy sötét legyen a szobában. Mert ekkor tudunk a másikra koncentrálni. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy ha világos van, akkor az ember a másik testét nézi, a másiknak a testével van, a látvánnyal van elfoglalva. És ez a látvány bizonyos tekintetben ez a látvány, ez hasonló dolog, ami közé áll a férfinek és a nőnek. Amikor intim vagyunk együtt a feleségünkkel vagy a férjünkkel, akkor nem állhat közénk semmi. És ez a semmi, ez nem lehet sem a, hogy megy közbe a tévé, vagy ugye a nappal van, akkor világos van, és akkor a látvány lesz az, ami kettőnk közé áll. Még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy tilos, ezek egyszerűen ajánlások, ha meg akarjuk őrizni a szexualitás rejtelmét, vagy rejtelmességét, ez a legjobb szó. Ha meg akarjuk őrizni az intim együttlét rejtelmességét, akkor például ez helyes az, hogyha például a férj vagy a feleség csukott ajtó mögött zuhanyzik. Tehát zárja be az ajtót, amikor zuhanyzik, pláne hogyha esetleg a dolgát végzi. Hát pláne, hogyha esetleg a dolgát végzi. És nem azért, mert egy férjnek nem szabad látnia, hogy a felesége a dolgát végzi, vagy egy nőnek nem szabad látnia, hogy a férje a dolgát végzi, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ha minden falat lebontunk, és nem őrizzük meg semmi egyediségünket, nem őrizzük meg semmilyen rejtelmességünket, semmilyen titkunkat, akkor elvész a házasságból, a kapcsolatból, elvész az izgalom. És hogyha az ember nem tartja izgalmasnak a kapcsolatát, akkor jó eséllyel előfordulhat, hogy más izgalom után néz. Ami ugye természetesen helytelen. Tehát valamennyire meg kell őriznünk az izgalmat, fenn kell tartanunk ezt a sejtelmességet, ezt az izgalmat, ezt az exotikumot. A másik iránt. És ehhez az kell, hogy bizony legyen az életünknek olyan szeletei, még ha ezek nagyon kicsik is, amelyekben másiknak nem engedünk betekintést. Ilyen például az, amikor az ember a dolgát végzi. Most, amikor tehát világosban szexel az ember, vagy világosban van együtt a férj és a feleség, akkor a látvány el fogja vonni a figyelmét a másiktól, attól a másik embertől, akivel együtt vagyok. Mert itt az másik ember, az nem egy valami, az nem egy szexuális tárgy, az nem egy nem vagyok egy állat, aki szexuális tárgyként vagy akár csak a reprodukcióm, a szaporodásom eszközeként teremtek a másikra, vagy tekintek a másikra, hanem én a másikban vagyok érdekelt, és nem vonhatja el a figyelmemet semmi. Ezért teszi a Sulchan Aruch ezeket az ajánlásokat, ezeket a javaslatokat, amelyeket még egyszer nem kell törvénynek venni, mert hogy nem az a céljuk, nem az a szándéka a Sulchan Aruchnak, a mértékadó zsidó törvénytárnak, nem az a szándéka, hogy
hogy tehát röviden, férj és feleség között minden megengedett. Hogyha ez egy intim, csábító, fehérnemű viselése, vagy szerepjáték, vagy szexuális segédeszközök, vagy bármi ilyesmi, ezt nem tiltja a judaizmus. Nincs vele igazából semmi baj, ha és amennyiben az ember a házastársával csinálja ezeket a dolgokat. Talán azért azt kell tudni, hogy mondjuk a pornófilmek, vagy a nagyon erotikus filmek, az ilyen pornófilmek olyan világot teremtenek, amely nagyon távol áll a valóságtól, és az embernek a szexuális fantáziáit olyan síkra terelik, amelyek elérhetetlenek. És akkor innentől kezdve, ha nem tud úgy teljesíteni, ha nem olyan a teljesítménye, mint azt a filmekben látta, akkor csalódott lesz, és elégedetlen lesz magával. Holott, amit a filmekben lát, az egyáltalán nem hasonlít, még csak nem is hasonlít a valósághoz. Úgyhogy ez az embernek érdekes, éppen ezért az ilyen típusú filmeket, az ilyen típusú szórakozást, azt az ember jó, hogyha kívül tartja, pláne a hálószobáján kívül. Nem baj, hogyha az embernek a hálószobájában például nincsen televízió, az egyáltalán nem probléma. Ortodox családokban, nálunk nincs is televízió például itthon, és ortodox családokban leggyakrabban nincsen televízió, és nagyon helyes, hogy nincsen televízió. Mert a hálószoba az a mi helyünk, az a mi területünk, az enyém és a feleségemé. Az a miénk, oda nem jöhet be oda esténként valami nyomozó a filmbe, kalambó, meg nem jöhet be oda a híradónak a felolvasója. Nem történhet meg, mert a hálószoba az a mi intim területünk. Az a miénk. A vendéget nem visszük be a hálószobába, amikor megmutatjuk neki a lakást. Televízió nincsen a hálószobában. Az a hálószoba az a mi territóriumunk, az csak rólunk szól. Így tudjuk, mert ez segít abban, nem azt mondom, hogy ez egyetlen dolog, de ez segít abban, hogy megőrizzük egy kapcsolatban az izgalmat, az érdekességet, hogy fenntartsuk az érdeklődést a másik iránt. És hogy kifejezetten a másikra koncentráljunk. és hogy a másikra koncentráljunk. Okay. Mit jelent a paráznaság? Azt kérdezi Ferenc. Nagyon jó a kérdés. Ugye a paráznaság, amiről a 10 parancsolat beszél, ami a 10 parancsolatban megfogalmazva, az nem szigorúan azt jelenti, hogy az embernek nem szabad például, nem tudom, félmeztelenül sétálni az utcán, vagy szemérmetlenkednie. A szemérmetlenség egyébként történetesen tórai tilalom, ugyanúgy, de nem tartozik a paráznaság kategóriájába. A paráznaság kategóriája azt jelenti, hogy az embernek van 7 darab 7-es számú tiltott szexuális kapcsolat, ez az, amit a Tóra alapján, ez amit a Biblia kifejezetten tilt, egyébként nem csak zsidóknak, hanem nem zsidóknak is. 7 ilyen potenciális lehetőség, 7 ilyen lehetséges kapcsolat van. Az egyik ilyen, nem szabad férjes asszonnyal hálni, szóval aki nem a feleséged, ha neki férje van, az bibliai tiltás. Azzal sem szabad, akinek nincsen férje, de akinek férje van, az beleesik a paráználkodás kategóriába. Tehát férjes asszonnyal nem szabad hálni, az ember nem hálhat a saját anyjával, nem hálhat a saját apjával, nem hálhat a saját fiú testvérével, vagy a saját lány testvérével, nem hálhat a saját fiával, vagy a saját lányával. Ez a 7 tiltott, ennél több tiltott szexuális kapcsolat van. A Tóra a Mózes 4. könyvében felsorolja az összes tiltott szexuális kapcsolatot, de ez a 7, ez konkrétan beleesik a paráználkodás kategóriába. Erről beszél a 10 parancsolat, amikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, akkor ezeket a kapcsolatokat tiltja. Még egyszer, mi fülünknek ezek sokszor evidenciának tűnhetnek, természetesen az ember nem akar a saját gyerekével, vagy a saját szülőjével, vagy a saját testvérével hálni. De azért ne felejtsük el, hogy nem ritkán olvasni sajnos az újságban olyasmit, hogy valaki erőszakoskodik a saját gyerekével, vagy olyasmit olvasni, hogy az ember, meg azért még talán gyakrabban is hallottunk, hogy egy ember egy másik férjes asszonnyal kezd. Jó, tehát ez semmiképpen nem szabad, és ez a tilalom, ez a Tórában megfogalmazva, és nem csak a zsidókra vonatkozik, hanem a nem zsidókra is.
Azt írja Villő, hogy olyan valóság ezek a mondatok. Köszönöm. Villő, igyekszem nagyon a legőszintébb lenni, amennyire csak lehet. Én kifejezetten szeretek ezekről a kérdésekről beszélni, mert azt gondolom, hogy nem szabad kerülgetni a forrókását. Szóval beszéljünk az intimitásról, beszéljünk a szexről, hogyha kell. Ezek az élet fontos részei, és a judaizmusnak van mondani valója ezzel kapcsolatban is. Természetesen van mondani valója ezzel kapcsolatban is. Oké. Azt kérdezi valaki más. Noé, illetve az özönvíz története nagyon megragadott. Olvastam Enoch könyvének részleteit ezzel kapcsolatban. Mi a rabbinikus álláspont? Valóban genetikai romlás bekövetkezett? Elképzelhető úgynevezett gonosz, lázadó angyalok, romboló tevékenységének eredménye lehetett az emberiség megromlása és az özönvízzel való elpusztítás? Mennyire elfogadható Enoch könyve? Nagyon szívesen tanulnék az özönvíz lehetséges okairól és következményeiről. Akkor először is, akkor néhány fogalmat tisztázzunk. Először is van a Biblia értelmezésnek, a Talmud szerint a Biblia értelmezésnek van egy alapvetése. Van egy olyan alapvetés, amit úgy mondunk héberül, hogy Ein mikra yotze midei pshuto. A szöveg értelmezése nem lehet ellentétben a szöveg egyszerű jelentésével. Ez azt jelenti, hogy számos a Tóra szövegének számos értelmezési módja létezik. Ugye a Talmud ezt eufemisztikusan úgy hívja, hogy Shivim panim la Tóra, Ayin panim la Tóra, hogy 70 arca van a Tórának, azaz 70 potenciális magyarázata van minden egyes dolognak, minden egyes szónak, minden egyes betűnek, minden egyes gondolatnak, minden egyes parancsolatnak a Tórában. De a 70-et nem kell szó szerint venni, nem a 70-en van a lényeg, hanem azon van a lényeg, hogy számos, hogy sok. Sokféle módon lehet értelmezni a Tóra szövegét, de egy módon nem lehet értelmezni a Tórának a szövegét, és az az egy mód, az az, ami szöges ellentét, hogyha valamilyen szöges ellentétben áll az értelmezés, azzal, ami írva van. Tehát, mondok egy példát, csak valami nagyon egyszerű, valami nagyon butaságot. Arra vonatkozlak, hogy mit jelent az, hogy én mikrájó cél mi dépsutó. Például, hogyha Tóra azt írja, hogy nem szabad, mondjuk azt mondja, hogy ne lopj, akkor akárhogy csűröd, csavarod, akármilyen magyarázatot is próbálsz találni homoeletikával, vagy összenézel különböző kifejezéseket, amit a Tóra eltérő helyeken használ, és ebből próbálsz következtetést levonni, bármit is teszel, amely egyik, ugye Tórának többfajta értelmezési módja van, az előbb mondtam, de bárhogy is teszel, bármit is teszel, az nem jöhet ki a végén, hogy lopni szabad. Hogyha az van odaírva, hogy lotignov, ha az van odaírva, hogy lotignov, nem, ne lopj, akkor bárhogy csűröd, csavarod, a vége nem lehet az, hogy lopni igenis szabad. Ezt jelenti az én mikrájó cél midépsutó, hogy a Tórának számos értelmezése van, de mindegyik értelmezésnek összhangba kell lenni a szöveg egyszerű értelmével. Oké. Most, ami az özönvizet, ez tehát egyik dolog, hogy mit gondolok az özönvízről, érdemes elolvasni, hogy mit mondott a rabbinikus hagyomány az özönvízről, rengeteg dolgot egyébként, de érdemes ettől még elolvasni a szöveget, ami oda van írva. És ami oda van írva, az nem túl bonyolult. Ami oda van írva, az azt jelenti, hogy a nemzedékek elromlottak, hogy a nemzedékek elfelejtették Istent, hogy a nemzedékek, konkrétan azt mondja a Tóra, vaimale haaretz hamas. A föld megtelt gonoszsággal. Hamas az egyik szó a gonoszságra héberül, úgy, mint ahogy a terrorista szervezetet hívják egyébként. Nem véletlenül. Hamas, vaimale haaretz hamas, megtelt a föld gonoszsággal. Ugye emberek egymást ölték, emberek egymást erőszakolták. Az előbb említett tiltott nemi kapcsolatok mindennaposak voltak. Hogy az emberek a saját gyerekeiket erőszakolták meg, vagy a saját szüleiket erőszakolták meg, vagy férj és asszonyokat erőszakolták meg, vérfertőző kapcsolatok, lopás, az emberi tulajdon tiszteletének semmi bevétele. Jó, tehát amikor úgy tekint valaki más tulajdonára, mint hogyha az övé lenne, és így tovább, és így tovább. Ami Enoch könyvét illeti, héberül úgy hívják, hogy Hanoch, Hanochnak hívják ezt a nagyon érdekes, misztikus figurát, akiről a Tóra beszél, aki Ádám és Noé között, ahogy ezt tanultuk itt a Misnában, 10 generáció volt, ez alatt az 1600, kicsit több mint 1600 év alatt, volt 10 generáció, és ebből a generációból az egyiknek a képviselője volt Hanoch.
akit görögül, vagy latinul, vagy görögből fordított latinba, és magyarul Enoch-nak hívnak. Hanoch. És a Tóra nem sokat beszél róla, nem sokat mond erről a karakterről, csak azt mondja, hogy Hanochot magához vette Isten. És a rabbinikus hagyomány úgy tartja, hogy Hanoch nem halt természetes halált, tehát nem halt meg fizikailag, hanem élve szállt fel a mennybe. Most emiatt, vagy élve távozott, ha úgy tetszik, erről a világról. Azt, hogy mi történt a fizikai testével, azt most egy pillanatra tegyük is félre, de ez a gondolat, ez a Tórának ez a nagyon ilyen kriptikus, misztikus kijelentése, ez megihlette számos generáció fantáziáját. És született egy könyv, amit úgy hívnak, hogy Sefer Hanoch, vagy Hanoch könyve. Ha jól emlékszem, ez a második szentély idejében született, tehát jelentősen 2500 évvel azután, az özönvíz után, tehát nagyon-nagyon sokkal később, ami tulajdonképpen ezt a történetet, ezt a Tóra által említett félmondatot, odavetett félmondatot, hogy Hanochot magához vette az örökkévaló, ezt az odavetett félmondatot, ezt így kiegészíti, és kreál egy rabbinikus művet, egy írásművet, aminek mindenféle misztikus dolgok vannak a mennyországról. Ez a könyv nem került be a Héber Bibliába, méghozzá azért, mert nem felelt meg annak a kritériumnak, amelyet a Ezra vezette, Ansék Neszet HaGdolá, Ezra proféta, aki az első szentély pusztulása után visszavezette a zsidókat a Szentföldre, és felépítette a második szentét, az ő általa kreált rabbinikus grémium, vagy rabbinikus testület, annak az volt a neve, hogy Ansék Neszet HaGdolá, nagy gyülekezet férfia, és ők voltak azok, akik meghatározták, hogy mely proféták könyvei kerüljenek bele a Bibliába, illetve azt, hogy azok az iratok, amelyek esélyesek voltak arra, hogy kanonizálva legyenek, hogy bekerüljenek a Bibliába, ezek az iratok, ezek vajon szent ihletéssel születtek-e vagy sem? Ez volt a kritérium. Ha szent ihletéssel születtek, akkor bekerültek a Bibliába. Hogyha nem szent ihletésre születtek, akkor nem kerültek be. És Hanoch művéről nem csak, hogy később született, mint hogy már lezárták addigra a Héber Bibliát, ugye a proféciálás, ahogy említettem korábban, az első Jeruzsálemi szentély pusztulásával megszűnt, és még csak néhány proféta maradt még az első szentély pusztulása után, de azok mind még az első szentély fennállása alatt születtek, csak túlélték, így például Ezra is, vagy Mordechai, vagy Eszter, akiről olvasunk Eszter könyvében, tehát ezek a proféták még mind az első szentély korában születtek. Bárhogy is legyék, a proféciálás megszűnt, és innentől kezdve már könyv nem kerülhetett be. A Bibliában ezeket úgy hívjuk, ezeket a könyveket, hogy apokrif könyvek, ilyen görögös szóval apokrif könyvnek, héberül úgy hívják őket, hogy sfarim chitzoniim, azaz a kint maradt könyvek. A kívül rekedtek azok a könyvek, amelyek nem kerültek be a Bibliába. Számos ilyen könyv van. Hanoch könyve csak az egyik ezek közül. Van Sefer Baruch könyve, Sefer Judit könyve, Sefer HaMakabiim, a Makabeusok könyve. Ezeknek a könyveknek egy jelentős része egyébként érdekes módon bekerült a keresztény Bibliába. A keresztény Bibliába helyet kapott, sőt, ugye a keresztény Bibliában is több fajta van, a katolikus Biblia az csak az egyik fajta keresztény Biblia, de például az etióp keresztény Bibliába, azt talán, ha jól tudom, de Ács Laci ezt nálam biztos jobban tudja, az etióp keresztény Biblia talán a leggazdagabb könyvek számának tekintetében, és oda számos olyan könyv bekerült, amelyek a Héber Bibliából kimaradtak, sőt, akár még esetleg a keresztény Bibliából is kimaradtak. Jó, tehát ez Hanoch könyve. És éppen ezért, erről írtam egyébként a blogomban, tehát mindenkinek ajánlom a blog bejegyzésemet ezekről az apokrif könyvekről, meg a Biblia különböző könyveiről, és hogy melyik könyvek mekkora szentséggel rendelkeznek, vagy melyik szentebb, melyik könyvcsoport szentebb más könyvcsoportoknál, közben látom, hogy itt van az édesapám, akit szeretettel üdvözlök. Szóval Hanoch nem került be, azt írja a Kelemen Edit, mégiscsak bekerült a Tórába Enoch, akkor mit csinált? Még egyszer. Hanoch személyéről említést tesz a Tóra. Hanoch könyve nem került be a Bibliába, és most mondom, hogy mit csinált. Annyit tudunk róla a Tórából, hogy nem halt meg fizikai halállal, hanem élve került fel az égbe, és ez lett kibontva, vagy kiszínezve ez a történet, ez a fél mondat lett történetté színezve később egy könyvben, amit úgy hívunk, hogy Hanoch könyve. Ezeket a könyveket nem tanulmányozzuk, eredetiben sokszor héberül nem is maradtak fent, pont azért, mert nem kerültek a Bibliába, és
nem képezték részét a rabbinikus irodalomnak, vagy a rabbinikus rabbik által tanulmányozott irodalomnak. Nagyon érdekes módon például a Sefer HaMakkabim, a Makkabeusok könyve, ami, ha jól tudom, része egyébként a katolikus Bibliának is, ez nem maradt fel eredetileg héberül, eredeti héberben, csak görögül maradt fent, és görögből fordították vissza héberre. Szóval nekünk csak egy fordításunk van, az eredeti héber az nincsen meg, de az is lehet, hogy nem csak a Makkabeusokra igaz ez, hanem mondjuk Enoch vagy Hanoch könyvére is, és az is előfordult, hogy a Makkabeusok könyvét eleve görögül írták. Ezt Ács Laci biztos jobban tudja nálam, nem vagyok nagyon jártas. Lehet, hogy a zsidó szerzők asszírás, az nagyon sok keresztény szerző ismerte az Enoch könyvét az ókorban. Zsidó szerzők is ismerték. A Talmud számos apokrif könyvből említ, tesz említést, és a Talmud kommentárja is, Rási is, számos apokrif könyvből. Ott van például Mishlei Ben Sira példabeszédei, nem tudom, hogy hívják ezt a keresztényeknél ezt a könyvet, Mishlei Ben Sira, aki a legenda szerint valószínűleg Salamonnak az egyik fia volt, elképzelhető, Salamon fia volt. Vagy Salamon volt saját maga, akinek a könyve nem került be a Bibliába. Mishlei Ben Sirát számos helyen említi a Talmud, és hoz belőle forrásokat, és a kommentátorok is hoznak belőle forrásokat, de még egyszer nem képezik részét a Bibliának, és ugye ez hol van, hol tetten érhető a különbség, mi az, hogyha, és akkor mi van, ha nem képezi részét a Bibliának? Hát az van, hogyha valami a Bibliának részét képezi, abból, azokból a Biblia kijelentéséből, itt van a nejem is, úgyhogy bekapcsolódott, akkor ezek szerint a kisfiú már megnyugodott. Szóval, hogy ez azt jelenti, hogy azok a könyvek, amelyek bekerültek a Bibliába, azokból definitív vallásjogi szabályokat tudunk deriválni. Tehát levonhatunk vallásjogi következtetéseket a Biblia egyes könyveiből, hogy mi történt Dáviddal, vagy hogy mit csinál Dávid, vagy mit mondott Dávid, vagy mit mondott Salamon, ebből definitív vallásjogi és történeti szabályokat tudunk deriválni. Olyan könyvekből, amelyek nem kerültek be a Bibliába, ezekből nem, legritkább esetben deriválunk csak vallásjogi szabályokat. Ezért nagyon fontos, hogy mi van benne a Bibliában. Azt írja Ács Laci, hogy katolikus Biblia, Sirák fia könyve a Ben Sira. Oké, okay, szuper, Sirák fia. Nálunk ezt úgy hívják, hogy Mishlei Ben Sira, azaz Ben Sira példabeszédei. Ugye azért többek között azért tulajdonítják például a Ben Sira könyvét Salamonnak, vagy Salamon fiának, vagy valami hasonló, mert nagyon hasonlít az az irodalmi nyelv, amit ez a könyv használ, ahhoz, amely Salamon példabeszédek könyvében van, és akkor emiatt Salamonnak, vagy Salamon fiának tulajdonítják ezt a könyvet. Azt írja Anna, egyes teológiai magyarázatok szerint az apokrif miért elrejtettnek neveztetnek? Gondolom, nem tudom görögül, az apokrif az egy görög szó, az talán rejtett könyveket jelent. Gondolom, ezt héberül nem így hívjuk, tehát nem tudok a görögre választani, hogy miért így hívják. Héberül mi ezeket úgy hívjuk, hogy Sfarim ha-chitzoniim. Az azt jelenti, hogy a külső könyvek, szó szerint ezt jelenti, hogy a külső könyvek, azaz olyan könyvek, amelyek kívül maradtak a Bibliából. Kint maradtak, kint rekedtek. Jó? Futottak még. Ma így mondanám. Futottak még. Oké. Okay. Valaki azt kérdezte, hogy a zsinagógában az Isten tisztelet alatt csacsogás, beszélgetés egymás közt, zavarva az imádkozni akarót, hosszú évek berögzött szokását kifogásolót, kizárták a zsinagógából, elhangzott a zsinagóga egy klub. Nem tudom pontosan, mi lenne a kérdés, de valószínűleg arra vonatkozik a kérdés, hogy szabad-e zsinagógában beszélni, vagy imádkozás közben beszélni. A rövid válasz az, hogy nem szabad. Ima alatt, vagy tóraolvasás alatt nem szabad beszélni, de ettől függetlenül, vagy nem szabad beszélni, de hát vannak emberek, akik beszélnek most. Emberek vagyunk, előfordulhat, tény és való, hogy egy zsinagóga az a zsinagógák sokkal kevésbé, hogy mondjam, sokkal kevésbé meghitt, talán ez a jó szó. És az ember bemegy egy katolikus templomba,
akkor ott van egy, hogy a csönd, eleve egy csönd van, sötétség van, meghitt, az egész nagyon meghitt. Egy zsinagóga az élettel teli, a zsinagóga az vidám, a zsinagógában rohangálnak a gyerekek, az emberek sokszor ima közben, egyébként mondom még egyszer, helytelenül beszélgetnek, nem kéne, de mégis. Ugye héberül úgy hívják a zsinagógát, úgy mondják, hogy Beit HaKnesset. Beit HaKnesset azt jelenti a gyülekezés háza, ahol az emberek összegyűlnek. És akkor ima előtt meg után lehet beszélgetni, amennyit akarsz, lehet beszélgetni, megosztani egymással a történeteidet, stb. Ima közben és tóraolvasás alatt természetesen nem ajánlott, ettől függetlenül vannak emberek, akik beszélnek, de hát vannak emberek, csinálnak emberek még hülyeségeket, szóval nem ez az egyetlen dolog, amik hülyeségeket csinálnak az emberek. Közben Áslac írja, hogy az apokrifa görög kifejezés azt jelenti, hogy elrejtett. Valaki kérdezte még, feleségem közben beszólt egyet nekem, nem baj, hogy gyerek miattam nem tud elaludni, mert olyan hangos vagyok. Oké, sorry. Azt írja valaki, hogy... Ja igen, még valamit érdemes még ehhez az előző kérdéshez, még egy gondolatot, mármint az ezt megelőző kérdéshez, még egy gondolatot Noé-féle özönvízhez, ugyanis Ács Laci barátom beírta nagyon helyesen, hogy számos népnek a legendájában, a számos nép kultúrájában szerepel, vagy megtalálhatjuk az özönvíz históriáját. Hogyha kinyitjátok, ha valaki felüti az Enciklopédia Britannicát, akkor azt fogjátok az özönvíz címszó alatt találni, hogy számos népnek a kultúrájából, függetlenül a zsidóktól és függetlenül a héber kultúrától, számos nép kultúrájában szerepel az özönvíz mítosza. Most nem mindenhol ugyanúgy szerepel az özönvíz mítosza. Nem úgy szerepel, mint a Bibliában. Ugye a Bibliában azt olvassuk, hogy az özönvizet a teremtő Isten bocsájtotta a földre, azt olvassuk, hogy az emberek bűne miatt bocsájtotta a földre, és azt olvassunk, hogy Noé is készített egy bárkát, ahol ő megmenekült meg a családja. A szanszkrit kultúrában, vagy a mezopotámiai jegyzetekben, vagy a Gilgamesi teremtés történetben is olvasunk özönvízről, és van, amiben azt olvassuk, hogy a tenger istene összeveszett a szárazföld istenével, és valami ilyesmi. Tehát különböző kultúrákban máshogy másképp jelenik meg. De a lényeg az, hogy valahogy az özönvíz kultusza, az özönvíz mítosza, az megjelenik minden kultúrában. És ez azért nagyon érdekes, és azért nagyon izgalmas, mert én meg vagyok róla győződve, bár ezzel lehet vitatkozhatok vele, ha akartok, ez az én személyes véleményem, hogy az olyan dolgok, az olyan események, amelyek univerzális, azaz egyetemesen megtalálhatók minden más kultúrában megtalálhatók, azok mindenképpen, az én véleményem szerint ez azt mutatja, hogy ezek a dolgok igazak, hogy ezek a dolgok megtörténtek. Hát hiszen hogy a fenébe kerülne a bibliai történet más kultúrákba is? Ez szerintem azt bizonyítja, az én meglátásom, még egyszer nem kell velem egyetérteni, de szerintem azt bizonyítja, hogy ezeknek a történeteknek van valóság alapjuk. Most az, hogy ki, mi, hogyan emlékszik vissza erre, az egy dolog, mert hogy egyrészt, hogy senki nem volt ott, mert senki nem élte túl, ugye csak Noé és a családja. Tehát az igazi hiteles forrás az Noé és a családja volna. De az, hogy melyik kultúra hogyan emlékszik erre vissza, az részletkérdés. A dolognak a lényege az, hogy mindennyi kultúrában szerepel, és ez nagyon fontos. Azt kérdezi Simon Anna, hogy a rabbinikus hagyomány hogyan értelmezi az óriásokat, például Góliát, vagy Nefilim. Ugye erről írtam Anna a blogomban, ezekről a különleges teremtményekről, óriásokról és egyebek. Góliátról nem kell nagyon gondolkozni, ugye ezek a Nefilim, a különböző angyalokról is írtam a blogomban számos helyen. Sőt, tudjátok mit, ma mindjárt fölteszek egy blogbejegyzést, még többet az angyalokról, mint a Nefilim, meg ezek. Ami konkrétan mondjuk Góliátot illeti, vagy akár Sámsont, vagy Góliátot illeti, Góliát az egy nagyra nőtt, tagba szakadt fickó volt. Tehát ő nem volt egy különleges teremtmény, egyszer csak egy óriásira nőtt ember volt, aki nagy méretű volt, és nagyon erős volt, és akkor Dávid trükkösen egy paritjával lelőtte úgy, mint ahogy az Indiana Jones filmben, amikor tudja, emlékeztek arra jelenetre az elveszett frigyláda fosztogatóiban, hogy odaadja a csávó egy ilyen nagy karddal, és akkor lehet, hogy a második részben volt a végzett templomában, de minden esetre ott elkezd egy ilyen karddal hadonászni, és akkor a Harrison Ford így elővesz egy pisztolyt, és így puff, lelövi. Szóval valami ilyesmi lehetett, hogy a Góliát ott volt ez a hatalmas nagy fickó, és akkor Dávid, parítja, puff,
fejbe lőtte egy a személy, kilocsantott, átütötte a koponyáját egy kő, és meghalt ez a csávó. Ez egy nagyméretű csávó volt. De olvassuk Mózesnél, amikor a kémek elmennek Sláh szakaszban, Mózes 4. könyvében, amikor a kémek elmennek felkutatni az országot, ugye azzal a jelentése jönnek vissza, hogy ott nagyra nőttek az emberek. Most, hogy ez mit jelent? Itt nem kell itt természetfeletti lényekre gondolni, egyszerűen csak nagyméretű emberekre kell gondolni. Azért azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ókori emberek általában a mainál kisebbek voltak, ugye, mit tudom én, az ókori rómaiak, azok nem hiszem, hogy voltak két, ma nem ritka, és ma látjuk a saját, én magam, aki nem vagyok túl magas fickó, 170 centi vagyok szerintem, a feleségem szerint még annyi se vagyok, nem, tehát semmiképpen nem nevezném magam nagynak, de a nagyfiam például 192 centi, szóval és csak egy generációval van arrébb tőlem, tehát azért azt látjuk, hogy a mostani generációban a fiatalok sokkal magasabbra nőnek, előfordulhat, hogy ott egy olyan népség élt, akik relatíve magasak voltak, 2 méteres magas csávok voltak. Most jöttek ki a 150-160 centi zsidók Egyiptomból, amely az átlagos méret volt egyébként az ókorban a Közel-Keleten, ugye ezt csontvázakból és egyebből lehet látni, hogy a Közel-Keleten az átlagos testmagasság az ilyen 160-150-160 centi volt férfiak esetén is, erről egyértelmű régészeti adatok vannak. Most, hogyha ott van egy valami népség, ahol 2 méteres csávók vannak, azokat óriásoknak. Wow, mekkora már. Ugye, mondjuk, mintha lenne egy város, ahol csupa ilyen NBA kosaras Karim Abdul-Jabbarok és Michael Jordanek, és mit tudom én, most nem tudom, mit teszem, hirtelen egy NBA kosaras nevese, de szóval ilyen NBA kosarasok. Azért azt mondanánk, hogy ezek óriások, ezek az emberek. Okay. Jó, még maradt egy kérdés, de arra szerintem majd csak holnap fogunk időt keríteni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mi van ma? Hétfő van ma. Holnap este 8-kor sok szeretettel várlak benneteket, itt fogunk tanulni. Most pedig mindjárt kiteszek egy blogbejegyzést az angyalokról. Sziasztok, szép estét mindenkinek. Köszönök mindent. Ja igen, és hogy kérdezni akartok, persze írjatok külön ide a messengert, és akkor nem fog elfeküdni. Mert hogyha ide kommentbe írjátok, akkor elkerüli a figyelmemet, vagy elkerülheti a figyelmemet. Köszönöm szépen. Sziasztok, szép estét.